lehető legváltozatosabb turisztikai kínálat, hogy mondja számunkra. Mint egy 800 esztendővel ezelőtt Székesfehérvár Európa egyik legjelentősebb városa volt. Vajon a mai kiállításon mit képes adni az egykori Székesfőváros? Azt gondolom, hogy kultúrában is nagyon gazdag a város. Nyilván van még mit megmutatni, akár ha a várostörténetünkre gondolok, átvettük a múzeumot, van nagyon nagy lehetőség a kezünkben. Az, hogy mi volt az elsődleges szempont Székesfehérvár bemutatkozásánál a kiállításon, Szegő Krisztinától, a Turinform vezetőjétől tudtuk meg. A stand központi üzenete ez a 2013-as Szent István emlékév, amelynek az arculata színei, a logó színei adottak voltak. E köré terveztük az egész standot, így vált vezető színné az arany. Tanulhatunk, és tanulnunk is kell testvérvárosainktól, akik ma még többre értékelik városunkat, mint mi magunk. Nagyon meghatározó és szép emlék volt, amikor tavaly csángókat láttunk vendégül a városházán, több mint 100-an érkeztek. Ha megkérdeztük, hogy miért pont Fehérvár, akkor azt mondták, hogy ez nem lehet kérdés, ők Szent István városába jöttek zarándokútra. És milyen érdekes, hogy ezt nekünk, ők mondták el nekünk. Szerintem kicsit büszkébbek is lehetnénk a magunk városára, többet is megmutathatnánk ebből. Az utazás 2013 kiállítás március 3-áig látogatható Budapesten, a Hung Expo Vásárközpontban.